Ústyi Gábor a kertjébe telepített jégkármérséklő rendszerhez vezeti stábunkat. A bátaszéki generátort 4 éve üzemelteti a férfi. Minden riasztás alkalmával össze kell szerelni a készüléket. Ezt mutatja most meg nekünk a kezelő. Először a lefixált talphoz csatlakoztatja a kéményt. Ebben van a fúvóka, amit a kémény talpára csatlakoztatunk. Ezután felhelyezi a védőburkolatot, majd a légtartályt összeköti az üzemanyagtartállyal, ami az aceton ezüstjodid keveréket tartalmazza. De ez nyugdíjasoknak való csak, mert elég sok elfoglaltságot ad, főleg olyan időpontban, amikor beriasztanak bennünket, akkor ha éjjel 2 óra van, akkor éjszaka 2 órakor kell jönni és bekapcsolni, és hát működtetni. Az első évben ott sűrűbben volt, ott volt olyan nap, hogy 2-szer is el kellett indítani a délelőtti órákba, meg 1-szer este is. Tavaly egy kicsit lazább volt, hogy így fejezzem ki magam, nem kellett olyan sűrűn, volt olyan hónap, hogy nem kellett elindítani. A riasztást úgy szoktuk kapni, hogy mielőtt ide érkezik a vihar, előtte 2 órán. Tehát akkor van ideje ennek az égés terméknek föl a légtérbe eloszlani, és akkor, ha megkapjuk a riasztást, akkor 20 percen belül el kell indítani. És akkor mindaddig kell ezt üzemeltetni, amíg nem kapjuk a következőt, hogy a égeső veszély elmúlt, kérjük kapcsolja ki a generátort. Egy ilyen 30 literes üzemanyagtartállyal körülbelül 20-22 órán keresztül tud folyamatosan működni a generátor. A férfi azt mondja, 15 kilométeres hatósugara van a szerkezetnek, és az élővilágra egyáltalán nem ártalmas. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke úgy nyilatkozott, ez a rendszer egyedülálló. Európában Magyarországon működik egyedül teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszer, ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üzemelteti, és a kárenyhítési alapnak a forrásaiból származik az üzemeltetésnek a költségei. A rendszer természetesen nem csak a mezőgazdaságot, hanem egyéb lakossági ingatlanokat és ingóságokat is véd, viszont a lakosságnak semmilyen plusz befizetést nem kell a rendszer működtetésére finanszírozni vagy fizetni. Az előzetes számítások szerint a rendszerre fordított minden egyes forint mintegy 33 forint éves termelési értéket óv meg, ez évente 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent, tette hozzá az elnök. A talajgenerátoros légeső mérséklési rendszer az preventív alapon működik. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a jelzése alapján a generátorkezelők bekapcsolják a generátorokat, amelyek acetonos ezüstjoditot égetnek el. Ez az ezüstjodit részecskék feljutnak a viharfelhőknek az alsóbb rétegeibe, és itt kicsapódási pontokat képeznek. Ezekre a kicsapódási pontokra ülnek azután rá a jégkristályok, és így nem néhány nagy jégszemcse, hanem rengeteg kis jégszemcse keletkezik, amelyek a földre hullva, vagy már el is olvadnak, vagy sokkal kisebbé olvadnak, és nem okoznak akkora gazdasági kárt. 2021-es évben április 15 és szeptember 30 között 53 napon volt Tolna megyében jégeső veszély, ekkor kellett elindítani a generátorokat. Átlagban 202 órát működtek ezek a generátorok, viszont a legtöbbet itt a Szekszárdi járásban működtek 228 órát. Tavaly megyénkben a legtöbbször júniusban és augusztusban kellett bekapcsolni a generátorokat. 2021-ben 74 hektár területről jelentettek Tolna megyében jégkárt, ami az összes bejelentett mezőgazdasági károk közül mindössze csak 1%. Sajnos nem minden jégesőt tud kivédeni ez a rendszer. A védett területen kívül keletkezett jég szemcsék ellen már nem tud védekezni, tehát minimális jégkárok vagy jégkárok ezért keletkezhetnek. 2021-es szezon 169 védekezési napjából országosan 92 napon kellett bekapcsolni a generátorokat.